Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, ebben a videóban a túlnépesedésről lesz szó, a társadalom elöregedéséről szeretnék megmutatni két videót, de a központi téma az a Terv 75 vagy Plan 75 című film lesz, amely nem véletlenül Japánban játszódik, ahol az elöregedő társadalom problémáját úgy igyekeznek megoldani, hogy a 75 éven felüliek számára engedélyezik az eutanáziát. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Az információs forradalom elhozott egy olyan problémát, hogy az ember túl sok adattal találkozik, és nem képes kiszűrni abból, hogy mi az igaz, mi az, ami nem igaz, és mi az, ami a kettőnek a mesdjén található. Megértem azt is, hogy az a harc, amit én folytatok, illetve amit folytatunk közösen azok, akik igyekeznek az igazságot megosztani a többiekkel, az egy harc a széllel szemben, illetve olyan, mint amikor az ember az árral szemben igyekszik úszni. A többség soha nem fogja komolyan venni azt, amit mondok, még valahogy meg is értem, hogy miért, teljesen hiteltelen, miért is fogadnák el azt, amit mondok, mikor minden azon források, amelyeket hitelesnek ismernek az emberek, vagy ismernek el az emberek, azok az ellenkezőjét mondják legalábbis leggyakrabban, mint amit én mondok, vagy azok, akik az igazságot próbálják feltárni a társadalom többi tagja számára. De hiszem, hogy el fog jönni az idő, amikor sokan majd rácsodálkoznak arra, hogy hogy létezik az, hogy ez mindvégig itt volt, ez elhangzott már oly sokszor, oly gyakran elmondták az emberek, hogy ez vagy az a dolog be fog következni, és mi mégsem hittünk neki, és lásd, itt van. Most ez a mai egy pontosan ilyen probléma. 7 ábra arról, hogyan öregszik a magyar társadalom, ez G.7, ez G7.hu, és úgy kezdik a cikket, hasonló múlton túl a népesedési folyamatok is összekötnek több egykori nehéz ipari központot. Dunaújváros, Kazincbarcik, Komló, Tiszaújváros egyaránt a leginkább előregedő lakosságú magyar városok közé tartoznak. 20 év alatt 3,5 szeresére nőtt a 80-on felüli lakosok száma. Mindemellett Komló lakossága közel 20%-kal csökkent az elmúlt 20 évben. A részletesebb adatok azonban ennél is jelentősebb változásokra utalnak. A 20 éven aluliak száma közel felére esett, miközben a 70 éven felüliek aránya 60%-kal nőtt. Talán számomra, hogy lehetnek olyan ostobák az emberek, hogy nem értik meg, hogy ez mennyire súlyos gond, és hogy ez mekkora problémát okoz nekünk majd a jövőben, feltéve, hogy még van annyi időnk, hogy ez egyáltalán kiteljesedjen. A fiatalabb nemzedékek egyre messzebb kerülnek attól, hogy egyáltalán azon gondolkozzanak, hogy gyerekeik legyenek. Amennyiben tehát így haladunk tovább, egyszerűen csak meg fog szűnni a társadalom. Először megszűnnek a fejlett nyugati országok, azután szépen lassan az összes többi. Ahogyan emelkedik az életszínvonal, az embereknek egyre kevésbé fűlik a foga ahhoz, hogy gyereket vállaljanak, mert az a kényelem, a komfort, illetve az egzisztencia rovására megy. Jó esetben ez az ábra úgy néz neki, mint egy derékszögű háromszög, amelynek az átlója bal oldalról tart jobbra lefelé. Azaz több fiatal, mint az idős. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell ölnünk az öregeket, hogy eljussunk ide. Ez arányaiban mutatja a különböző korosztályokat, ezért, hogyha több gyerek születne, akkor értelemszerűen az sokkal magasabb lenne a bal oldalon, mint a jobb oldalon. Most úgy néz ki, hogy a hasa a legnagyobb ennek az ábrának, a közepe 30-40-50 éves korosztály, de ez meg fog változni a jövőben, és annak az ellenkezője lesz, amiről beszéltem az előbb, ami ennek lennie kéne, és az idősek lesznek túlsúlyban, és bal oldalról jobbra fölfelé fog mutatni majd a vonal, amennyiben összekötjük a grafikonoknak a tetejét. Már több 70 éven felüli él Komlón, mint 20 éven aluli. 2001-ben egy ilyen város sem volt Magyarországon. 2001-ben egyetlen ilyen város sem volt Magyarországon, a 2022-es népszámlálás adatai alapján
még 43 másik városban él több 70 éven felüli, mint 20 éven aluli. Mintegy 350 város van Magyarországon, ebből 44-ben már több 70 éven felül van, mint 20 éven aluli, mindez 20 év alatt. Azt írják, hogy az elmúlt 10 évben számottevően nőtt a termékenységi ráta, és így 1,5, a megelőző 20 évben 1,3 körül mozgott, ami katasztrofális. Az idősek száma pedig jelentősen nő mindeközben. Ezek az országos adatok, a rózsaszín 2001, a kék pedig 2022, ami ugyanazt mutatja, mint a komló adatok. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo a útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo a útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!